A mai alkalommal az előreküldést fogjuk megtanítani a kutyának, illetve az előreküldésnek a falhoz küldéses verzióját, amikor a falon lévő targetet érinti meg a kutya. Fogjunk egy falra ragasztható tárgyat, amit a kutya először úgy érint meg, hogy az még csak a kezünkben van. Amikor már jól begyakoroltuk a kutyával a tárgy érintését, ragasszuk a falra, hogy ott folytassuk tovább. Gyakoroljunk először nagyon közelről, hogy a kutyának ne kelljen kilépnie, majd fokozatosan távolodhatunk a faltól. Gyakorolhatjuk a feladatot láb közötti pozícióból, illetve kérhetünk előtte kerülést vagy lábátbújást. Fontos, hogy valamilyen pozíciót vagy feladatot kérjünk előtte, ezzel bevezetve a kutyát a feladatba. Ha az érintés vezényszava helyett egy előreküldő vezényszót szeretnénk megtanítani a kutyánknak, akkor az érint vezényszó elé kapcsoljuk azt. Előre érint. Nice.